Nagyot zuhant a tejliterenkénti felvásárlási ára Romániában az uniós tejkvóta áprilisi megszűnése következtében. Az országot ugyanis elárasztotta a külföldi tej. A helyi gazdák emiatt alig tudják fedezni a termelési költségeiket, nyereségre pedig aligha számíthatnak. 2008-ban nyitotta meg a Streng házas pár ezt a korszerű farmot Batizon. A tehenészetet és a modern fejőházat részben Európai Uniós pályázatból valósították meg. Azóta több buktatón is átestek, sikeresen túlélték a gazdasági válságot. A tejkvóta megszűnése azonban komoly anyagi megszorításokra kényszerítette őket. Tavalyi évhez képest közel felére esett vissza a bevételük. Hoztunk Hollandiából, tehát törzskönyvezett Holstein-Fries teheneket, tehát a potenciál megvan bennük, meg tudnánk termelni ugyanennyi állománnyal, tehát a 140-nel meg tudnám termelni a több mint 3000 liter átlagot naponta, és most kénytelen voltam lecsökkenteni 2000-2500 között mozgóra maximum, és lecsökkentjük az ablakot, és lecsökkentjük az adalékokat, és mindent, amit le lehetett csökkenteni, egészen addig a határig, amíg ez már nem megy az állatnak az egészségének a rovására. A farmon megtermelt tejet 1,05 leért vásárolja fel egy feldolgozó. A kisebb gazdáknak még ennél is jóval kevesebbel kell beírniük, éppen ezért sokan inkább a városok piacain értékesítik a tejet, túrót vagy tejfölt. Mi többet kapunk, 2-50 banit literért, és a tejcsarnokba adnánk, ott 60-70 banit. És nekünk itt megvannak a kis kliensek, aztán mi itt értékesítsük. Kis termelő vagyunk, nincs olyan sok. És itt napi szinten 50, 40, 30, mikor mennyi változóval, mennyi tejet tudunk eladni. Hétvégén többet tudunk eladni. A gazdák elmondták, hogy a jelenlegi támogatási rendszerben nem tudják felvenni a versenyt a szomszédos országok jobban támogatott termelőivel. 2015-ben kétfajta támogatásra számíthatnak a romániai állattartók. Az egyiket az egyedek létszám után folyósítják, ugyanakkor az állattenyésztők azért is kapnak uniós támogatást, hogyha törzskönyvezett fajtehenek vannak az állományában. A tejkvóta rendszert 31 éve vezették be az Európai Unió országaiban. Ez egyaránt szabályozta a megtermelt és az import tej mennyiségét. Áprilistól azonban már korlátlanul lehet termelni és behozni tejet az Unióból.